színházi nevelésnek nagyon sokféle megvalósulási formája, gyakorlata lehet. Ezek közül az egyik legérdekesebb az, amelyik nem elégszik meg a nézői szerepkör felkínálásával, hanem résztvevővé, hangsúlyosan cselekvővé kívánja tenni a programok mindenkori vendégeit. Ez a művészeti nevelési módszer az utóbbi fél évszázad talán legtöbb újat hozó irányzata a gyerekek és fiatalok színházi eszközökkel, módszerekkel történő nevelésében. Az angol elnevezés Theatre in Education rövidítésének átvételével gyakran TIE-nak nevezett módszer hazánkban is meghonosodott. A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ munkássága tette ismerté az 1990-es évek elejétől. A cselekvővételt célul tűző színházi nevelési programok műfaji kritériumai közül a legfontosabbak a következők. Meghatározott életkorú csoportoknak azon belül is szűk életkori tartományra készülnek a programok. A kislétszámú csoportokkal egyszerre több színészdrámatanár dolgozik, mégpedig úgy, hogy a színház felvetette problémák kibontásában érdemi döntési lehetőségeket kínálnak fel a vendégeknek. A színházi nevelési programokat a társulatok többnyire számukra ismeretlen közösségeknek, csoportoknak tartják, és így csak az általános életkori jellemzők figyelembevételével készülhetnek fel programjaik kivitelezésére. A filmünkön látható foglalkozás teljes mértékben megfelel ezeknek a feltételeknek. A szakterületet ismerő néző előre mondhatná, ilyennel már találkozhattunk akár évente pár száz alkalommal. Igen, de a következő közel 50 percben látható felvételenek van egy sajátossága, ami még a nemzetközi gyakorlatban is különlegessé teszi. Óvodásoknak készült. És kiválóan működik. Színházi nevelési program óvodásoknak. Hazánkban az első ilyen, az óvodáskorú gyerekek életkori sajátosságait messze menően figyelembe vevő, működő, színvonalas munka. Ezen a mai napon egy olyan kirándulást szerveztem nektek, amiben minden hivatalos meseerdőben tudjuk, és a meseerdőben különös módon kell majd járnunk. Egy probléma azért van, hogy mindig útépítés van, meg útelzárás. Ti most mivel érkeztetek ide? Mással? Biciklivel itt nem jártok? Én szoktam biciklivel. Na végre valaki. Mivel szoktatok még közlekedni? A városnak milyen zaját ismeritek még? Én szoktam motor, autó, villamos. Villamosnak milyen hangja van? Tényleg ilyen? Autóbusz. Autóbusz. A vonat hangja. Milyen hangja van a vonatnak? Tudun-tudun-tudun-tudun-tudun. Tényleg ilyen hangja van. Tudnák ide varázsolni ezt a városi zajt, amiben ide érkeztek? Méghozzá úgy, hogyha így mutatok, az halkat jelent, ha meg így. Hangosan! Ezt kitaláltátok. Lesz, aki villamos, lesz, aki autóhangot ad. És csinglik! Én a biciklit, mert én nagyon szeretek biciklivel járni. De először halkan. Mindenki adjon egy városi hangot. Kezdjük el, ezt megtanuljuk most. Hol vannak az autók? Halljam hangosan. Hangosan azt a vonatot is. A játékban erre is lesz szükségünk. Megegyeztétek ezt a hangot? Ez a vonat, ez teljesen jó. Kicsit intercity, de nagyon jó. Na figyeljétek. Akkor elindul ez a játék. Még valami. Ismeritek ti a közlekedési táblákat? Igen! Ismeritek például az olyan táblák, mint például itt van ez a kék? Igen! Akkor ismeritek például... Igen! Igen, stop! Ezt követ. És nem azért ezt a kis csoportosok is tudják, mert én elvittem. Úgy kell majd tájékozódnunk ezen a titkos úton. Föl kell fedezni, hogy melyik tábla után melyik jön. De nem megyek a dolgok elejébe. Megnézem, hogy egyáltalán tudtok-e ti jelzésekre működni. Álljatok föl. Hogyha azt mondom, hogy stop, akkor megállsz. Na de annyira álljatok meg, hogy abban a pillanatban rögtön és merevedjetek is szoborra. Jó? Ha így csinálok a kezemmel,
akkor pedig valakinek meg kell fognod a kezét, és úgy kell megállnotok együtt. Ez azt jelenti, hogy kéz a kézben megyünk a titkos úton, jó? Na akkor most, hogy legyen ez a dolog érdekes, fussam! Mindenfelé legyetek! Levehetek a szívedről is ezt korai. Stop! Pontosan annyi az idő, mikor én kicsi voltam, azt mondtuk, hogy szőróra bőrbe. Kinyit az a bizonyos okmányiroda, ahol elkezdődik a pecsételés. De mielőtt odaérünk, álljunk körbe. Kötünk egy titkos szerződést, hogy vigyázunk egymásra. Biztosan részt akartok venni ezen a tűzben. Aki biztosan részt akar venni, hátra teszi a kezét. A tenyerét szabaddá teszi minden kis bőrét. Az azt jelenti, hogy én megérintettem. Jövök mögöttetek, akinek megérintettem a tenyerét, mert úgy felajánlotta nekem. Hivatkozzatok a titkos útra, szeretnétek menni. Nehogy éppen elinduljatok Madagaszkárba. Oda nem megyek veletek. Én a titkos útra. Úgy látom, hogy nyílik. Előtösödjetek és köszönjetek a mosat. Ó, már mennyi az idő? Ja, nyitni úgy kell. Látom, igen. Nézd már, kedves kollégina. Jól látok? Ilyen sokan már. Jó, hogy szerintem. Jó, május. Nem, nagyon sokan vannak. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mit szeretnének? Egyedül mennek így? Nem. Jó napot kívánok! Én a kalandőr vagyok, de az ügyeket egyedül kell, hogy intézzék. Én is itt vagyok. Szeretném, hogyha elsőként... Jaj, én már ezt megnyugodtam. Akkor elmehetnek. Jó is, hogy itt van, persze, természetesen, tessék. Akkor indulunk a pecsétet. Jó utat kívánunk, itt a pecsét. Megkapja a pecsétet. Jó utat kívánunk. A titkos útra. Jó szórakozást és jó utat. Vigyázzanak magukra. De jó a titkos út. Innentől kezdve túrázóknak foglak benneteket hívni, és emlékeztek az én titkos nevemre. Mi az én titkos? Kalandőr! Úgyhogy ha bármi problémátok van, úgy szólítsatok, hogy kalandőr, mert arra figyelek oda. Mert ha azt mondanátok Pista, nem tudom, kihez szóltok. Na, de most mielőtt elindulunk, képzelem belé, nagyon izgalmas, utat keresünk magunknak. Utána elindulunk cserbe. Csak az én nyomat kövessétek. Megtartod magad? Ez az? Jó, ilyen.
hogyha a baljakat le ne törjük, de azért legalább magunk kellene egy kicsit húzzuk el, mert bele fogunk kavarodni. Húzzad, nem hagyom bele a hajat! Vigyázz meg ezt, ugye a tüske, húzzad, vigyázz, vigyázz! Ó, nem szórd meg! Na, húzzuk. Azaz. Na, kijutottatok? Meg rohanjunk meg, méhek támadnak meg! Távolodunk a várostól. Kellene keresnünk egy táblát, ami egyes jelzi, ez a kettes. Hol lett az egyes? Ott, ott. De oda? Nézzük, mit is üzen az egyes? Elkezdve. Tudom, mi ez, várjátok csak, az, hogyha most elindulok, aztán Peti, balra fordulok, egy kis útig, titkos útig, Lábujhegyen eljut. Megvan, jó irány, jó az irány, figyelj! Nem jár erre senki. Csak néha a nem tudom ki. Szabályok vannak, senki nem jöhet egyik helyszínről a másikra egyedül. Mégis sem, pedig már jártam erre. Csak kézen van senkivel. És úgy megyünk a következőre, ez hanyas? Hármas. Hogy azt mondjuk, hogy távolodunk, hallgassam! Halljon a város hangja! Dudáljon is valaki! Messze innen utca lárma, messze dong a kisvasú. Itt bújik a pszt, pszt, itt lapul a pszt, pszt, titkos. Jaj, elfelejtettem egy fontos dolgot mondani. Tudjátok, hogy ez a jelzés mit jelent? Igen. Ez egy keresztet jelent, és méghozzá az utak kereszteződését. Várjatok, ott mindig történik valami. Jaj, a múltkor épp egy medvetámadás áldozatát kellett megmentenem, úgyhogy csak óvatosan a kijelölt útvonalon. Figyeljétek! Ez lesz az útvonal. Örülök, hogy jövök utána. Na, most a stop! Látok, hogy ebbe az irányba kell haladnunk? Igen. Ah, itt a hegymászásnál különösen óvatosak legyen. Amikor megérkezünk a következő táblához, mit láttunk rajta? Kereszteződésnél jobb, ha nem picápolunk, megvárjuk egymást és leülünk. Mindig történik valami. Lájnak fél úton, az ötöshöz kell először oda jutnunk. Gyertek, üljetek le! Figyeljetek! Jaj, milyen szép nap ez a mai! A kis hugomnak ma van a születésnapja. Méghozzá a 15. születésnapja. Ilyenkor kapjuk meg az első gyönyörű gyémánt ékszerüket. Én egy karkütőt adok neki. Ó, már olyan izgatott vagyok. Alig várom, hogy odaadhassam neki. Jaj, el is megyek. Be is csomagolom valami szép papírba. Jó, de várom már. Végre elérkezett a nagy nap. 15 éves lettem. Pontosan 15. De izgatott vagyok. Nagyon érdekes, érdekelne, hogy vajon mit kapok ajándékba. De jó lenne tudni, hiszen 15 éves lettem végre. A nővéreim is nagyon szép ajándékokat kaptak. Ugyan mit kaphatok? Szervusz, király kisasszony! Szervusz, király kisasszony! Ti meg itt vagytok! Akarod, hogy illendően köszönjünk neked? Szeretném, hiszen 15 éves vagyok. Figyelj!
a lányok jobb lábukat hátra, billenterek a fejükkel, a fiú jobb lábukat előre, kezüket hátra, és biccentenek. Ó. Hát ez igazán hercegnőhöz méltó köszöntés volt, köszönöm neked. Na, aztán tényleg ilyesmit hallottuk, hogy születésnapod van. Viszont, és képzeljétek, pontosan a 15. végre 15 éves lettem. Jaj, a 15. születésnapon ilyenkor nagy, különleges ajándék van. Olyan kíváncsi vagyok, vajon mit kaphatok? Nem tudom, biztosan valami szépen. Vagy... Várj egy kicsit! Gyertek ide! Hova? Olyan kíváncsi ez a király kisasszony. Mi a véleményetek? Eláruljuk neki, hogy mit kap? Vagy ne áruljuk? Egyáltalán meg akarja tudni? Szerintetek akarja tudni? Tegye föl a kezét, aki úgy gondolja, hogy el szeretné neki árulni. Hogy megmondja? Tegye föl a kezét az, aki azt mondja, hogy nem árulja el neki. Most mit érjük legyünk? Majdnem ugyanannyian szeretnék, mint nem szeretnék. Király kisasszony, bizonyára dolgod van, menjél nyugodtan, mi még egy kicsit itt beszélgetünk a kereszteződésben. Menjél, szépítkezz, szerintem el kell egy kis fésülködés. Jól van, jól van. Megyek már, hiszen nem sokára kezdődik az ünnepség. Boldog születésnapot! Köszönöm, köszönöm! Próbáljon ki valamit. Gyertek ide! Üljetek ide, hárba fogok! Figyelj! Nem tudtuk eldönteni, hogy elmondjuk vagy nem mondjuk el, ugye? Na, van, aki el akarja, van, aki nem akarja ezt a titkot felfedni. Próbáljuk ki! Most ti vagytok a királyfiak és a kis királylányok. Először olyan fényképet fogok rólatok készíteni, amiben nem tudjátok, hogy mi van amikor nem tudjátok, mi van a csomagban. Úgyhogy mindenki előveszi a születésnapi ajándékát, vegyétek elő. És amikor fényképet készítünk, akkor figyelj, mert meg kell állnunk, hogy megnézzük a fotót. Tehát, tudjuk, mi van most a csomagban? Sejtésünk sincs. De... Mert van valami sejtésed? Nem. Nem árultam el most, aztán nem, de attól sejtheted, hogy mit kaphatsz. A múltkor én is sejtettem, de nem az volt benne. No tehát, kibontjuk? Igen. Izgultok? Igen. Királyfiak, 15 évesek lettetek. Kis király, kisasszonyok, ti is 15 évesek. Kezdjük el a csomagolást itt föntről. A másik oldalát is. Tudjuk, mi van benne? Nem. Akkor még oldalról is így? Hangfelé is így? Ó, még benne is van valami sejjem, azt vegyük le. Tudjuk, mi van benne? Nem. És most kiderül. A lányok belenéznek, és meglátják a gyémántgyűrűt. A fiúk belenéznek, és meglátják a gyémántberakásos kardot, és rám néztek. Ott az ajándék. Stop! Fénykép nem mocorog. Fénykép készül. Maradjunk. Fanni kiránduló. Szád is maradjon úgy, a többiek megmoccanatnak, és Fanni fényképét megnézhetik. Nézzétek csak Fanni fényképét. Mit láttok az arcán? Mozdulatlanságot. A mozdulatlanságot, hát még. Mit árul el ez a kép? Nézzétek a Fanni kirándulónk arcát. No? Mozdulatlan. Az, hogy mozdulatlan, és mi az, amit leolvasol az arcáról? Az is mozdulatlan. Hogy örül. Miért örül? Megkapta az ajándékot. Tudta, hogy mi van benne? Nem. Akkor tapsoljunk egyet, hogy ne legyen fénykép, Fanni. Most már nem vagy fénykép. Nagyon boldog voltál. Meglepődtél az ajándékon? Na most figyeljetek. Újra próbálkozunk. Megkapjátok a csomagot. Most figyeljetek, hercegek és herceg kisasszonyok. A fiúknak elárulom. Van benne egy gyémántberakásos kard. A lányoknak egy gyönyörű gyémántgyűrű. Hát most ezt tudtátok kapni, de be van csomagolva, úgyhogy kezdjük el kicsomagolni, és megint lefényképezlek benneteket. Csomagolunk jobbról. Lányok, mi van benne? Tudjuk, hogy mi van benne. Mi van a lányoknak? Gyémántberakásos. Ja, azám, varról is. Fiúk, mi van benne? Gyémántberakásos kard. Még így előre is. Mi van benne, mindenki mondja? Gyémántberakásos. Tudjátok, mi van benne? Most ezt is hátra. Kivesszük benne, ami van. Mindenki tudja, mi van benne? Igen. És lefényképeznek meneteket. Stop! Maradj így. Ne moccan.
meg az ő fényképét. Ne moccanjon a szád. Saci király kisasszony megkapta a gyémánt gyűrűjét. Mit olvastok le az arcáról? Ő is örül. Ki örült jobban? Fanni király kisasszony, aki meglepetést csomagol, vagy Saci Fanni jobban örül? Úgy gondoljátok? Akkor kérdezem én, érdemes ezt a titkot megtartani? Igen. Vagy nem érdemes? Elmondjuk a király kisasszonynak, vagy nem? Nem. Mikor fog jobban örülni a király kisasszony? Akkor, ha nem mondjuk el. Akkor ezt a titkot kapjuk el a levegőbe. Tartsuk meg magunkat. Úgy döntöttetek, hogy nem árnyék el. Na akkor, várjatok. Indulunk tovább. Fogd meg a kezét. Nem jár el, de senki sem. Csak néha nem tudom. Az is akkor, hogyha kell. Azt mondtátok, hogy ez az ilyen. Vajon itt mi történik? Füleljetek nagyon! Kedves feleségem, nem tudod, hogy hol van a fiúk? Nem, de én már úgy el vagyok keseredve, apjuk. Ne is mondd! Én is mostanában nem tudom, hogy mi történhet vele. Elküldtem lovagolni, de hiába. Csak szomorú és bánatos. És étvágya sincs. És jaj, még az sem. Ide hívtam pedig a leges, legokosabb udvari orvosomat. Senki nem tudott segíteni eddig. Sajnos. A baja szinte úgy tűnik, hogy gyógyíthatatlan. Jaj, nagyon szomorú az én anyai szívem. Drága kis királyfim, mi lehet a baja? Jaj, jaj. Menjünk azért. Csak keressük meg valahol, hát ha megtaláljuk. Ez egy vidám kereszteződés? Vidám. Hát ha megtudunk valamit, szerintem még van egy kis időnk. Várjunk egy kicsit. Jaj, nincs itt senki, remélem. Nem hallják meg az én titkomat. Ide küldenek mindenféle orvosokat. Gyógyszereket, gyógyírt, meg gyógyfüvet adnak. De hát nekem csak egy bajom van. Én félek egyedül. Félek a sötétben. Félek a lóhátán. Hát egyedül. Egyedül még a gyönyörű játszószobámban is félek. És apám, meg anyám azt szeretné, hogy Dariás, bátor királyfi legyek. De hát hogyan, hogyha félek? Na most megint egy titok tudója lett az egész kiránduló barangoló társaság. Gyertek be a narancsárga körbe, beszéljünk! Még jó, hogy itt a körben magunkra tudunk maradni, és meg tudjuk beszélni, mit csináljuk. Megtudtunk egy titkot, mi ez a titok? Hát, gondoljátok... Na most az itt a kérdés. Az anyukája, apukája tudja ezt? Nem. Akkor dolgunk van. Ha nem tudja, meg kell tanácskoznunk a sárga körben, hogy ezt a titkot eláruljuk nekik, vagy nem. Vagy kinek áruljuk el egyáltalán? Eláruljuk. A királya van. Tegye föl a kezét, aki azt gondolja, hogy ezt el kell árulnunk, ezt a titkot. Pedig azt mondta, lekerültek. Én hallottam, hogy azt mondta, hogy van egy titkom. Így kezdte a gyertyafényre. A titkot nem szokták elárulni. Miért gondoljátok, hogy ezt most el kell, hogy mondjuk? Azért, mert fél a kis királyfi. Hát de azt mondta, hogy titok. Azért, hogy ezt tudja. Miért kell, hogy ezt tudja? Azért, hogy vele legyen. Igen. És ki legyen vele? Az Isten. Hát, azt nem tudom, hogy annak hogy kell szólni. De valakinek lehet, hogy szólhatnánk. Ki az? A
királyapának meg a király. A király apának vagy a király anyának? Király apának. Király anyának, mert főszülte meg a gyereket. Ha. De lehet, hogy ott volt királyapa is. A keresztelőjén. Tegye föl a kezét, aki úgy gondolja, ha a jó Istennek nem tudunk szólni, akkor a második sorba a királyanyának szólna. És utána meg, hogyha őt nem találjuk, királyné, akkor meg a királya. Nem marad pót megoldásnak. Hú, de jó, hogy ezt mondtad. Ó, ezért nem szeretek egyedül jönni, mert nem jutna ilyesmi eszembe. Komolyan nem. Na, de kellene olyanokat találnunk, akik illetően, tudjátok, oda tudnak menni. Nem mehet mindenki mégsem. Hát azt hiszik, hogy tehát valami támadás van a palota ellen. Na akkor beszéljük meg, hogy mehetnénk oda, akkor azt mondtuk elsősorban a királynőt keressük. Tehát akkor ki az, aki oda menne? Készítsük azt föl, mindenki menne. Ha mégis olyat választanék, aki már... Jaj, kit is választom. Hát, tudjátok? Engem a fiú közül. Választok egyet a fiú közül, és egyet a lányok közül. Meg kell, próbát kell állniuk még hozzá, hogy a lány meg tud-e úgy hajolni, hogy lába, te nem, a lába hátra, egyik lábot hátra, és meghajolom. Tudsz te úgy, Petra? Na próbáld meg, na, próba. Így, és a fejeddel meghajolsz. Te pedig előre, és biccentünk. És hogy köszönjünk? Nem mondhatjuk, hogy... Jó napot kívánunk, jó az úgy? Igen. Van-e még valami esetleg, amivel mégis egy királyt üdvözölhetnénk? Üdvözlöm. Az is lehet, vagy? Üdvözlöm, királyapám. De mivel anyát keresünk először, akkor üdvözöljük királyanya. Lehet ez így? Igen. Ilyen sokat meg tudtok jegyezni? Oda tudtok menni, biztos? Igen. Na, akkor mi a sárga körbe leülünk, arra fordulunk. Ó, hát de honnan hiába hajlongarak? Mit kell csinálni ahhoz, hogy ide itt lehet hajlongani, de hiába hajlongunk, nem jön senki. Mit kellene csinálnunk? Bekopogunk. Segítenénk nekik, hogy mi megkopogunk helyet? Igen! De még nincsenek ott? Menjenek! Tudod, te előre a lábadat, te meg hátra. Meg mit is mondtak a többiek, hogy adjon Isten, vagy mit mondtak? Nem azt mondták, hanem hogy üdvözöljünk, királyanya. Jó, várjatok előtt, kopogunk! Remélyük a királynak a nevű nevű. Igen? Ki kopog? Üdvöz... Üdvözöljük, király anya. Üdvözöllek benneteket. Mi áradban errefelé? Súgjál neki, állj mögé, kis súgd a fülükbe. Tudjuk, hogy a gyerekük hol van. Hát, megnézem. Szerintem... Ó, igen, nincs itt. Az előbb még, mintha erre láttam volna. Talán elbújt valahová. Szeret bújócskázni. Tudjuk, hogy mi a baja. Fél. Ó, újabb orvosok, megint gyógyszert hoztak. Fél. Mitől fél az én drága kisfiam? Attól, hogy sötétbe van. Hogy a lóhátán van, és ott is fél. Még az egyedül a saját szobájában, a sötétben. Úristen! Ennyi mindent. A kis játszó szobájában. Férj uram, gyere gyorsan! Azt hittem, orvosok jöttek, de most valóban segíthetnek nekünk. Hallgass csak! Segítség! Elnézést kérek! Elmondjuk a királyapának is. Igen! Isten az apja! Fél a fiat! Mondjuk! Fél a fiat! De az micsoda? A sötétbe egyedül. Az meg a ruhában. És a sok... Meg a saját játszószobájában. A játszószobájában, és a gyönyörű szobában. És ez nekem, és ez nekem eddig eszembe se jutott volna. Idehozattam a leghíresebb, legokosabb orvosokat. És ez a probléma. Hát ezt a segítséget nagyon köszönjük, hallott feleségem?
Ó, te él a mi fiunk. Nem kell gyógyszer, most már gyógyír és gyógytea. Ezen azt gondolom, hogy csak mi ketten tudunk segíteni. Nem hagyjuk magára. Nem, köszönjük a segítséget. Köszönjük, köszönjük. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Gyere, feleségem, és már is keressük a fiúkat. Viszontlátásra. Köszönjük, köszönjük. Nagyon illendően viselkedtetek a királynál. Hogy itt ki fog kijönni? A király. Lehet, hogy a király? Igen, igen. Van valami titka a királynőre? Igen! Hát az a már... Aj, tényleg van, nincs is sehol a karkötő. Mi? A gyönyörű gyémát karkötő. Aj, nem tudom. Most akartam becsomagolni. Ne keressük neked! És nem lesz meglepetés a kis húgomnak. Ne keressük! Gyárt már kiderült, kerestem a párnám alatt a dobozban, a kis ékszerdobozban. Az ágyamat. Majd megnéztem én mindenütt. Még a konyhában a rézus alatt is. És sehol nincs meg, sehol nincs meg a karkötő. De jó kedvem van, la 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 la. A kezét! Találtam ezt a gyönyörű karkötőt, ezt vissza se adom senkinek hűtetni. Jó napot kívánok! Én a Palota Krónikától vagyok. Újságíró vagyok. És maguk mi? Maguk kicsodák? Elnézést kérünk, pillanat! Hogy a bohóctól elbírná venni a karkötőt? Elnézést, nem rendőr vagyok, hanem újságíró. Először is készíthetnék önökről egy fotót. Hát akkor fotóriporter vagyok. Cikkeket írok. Hát azt mondja, hogy nem volnak segítség, de hát önkedvéért. Majd mindjárt beszélgetünk egy kicsit. Forduljon ide maga is. Úgy látom, utazók. Ugye? Hát próbáljuk mindenki játszódjon, legyünk túl rajta, mert itt a barátokat ez nem túl nagy segítség. De hát megállunk. Jó? Ó, köszönöm szépen. Ezt berakom a Krónika címlapjára. Tudnak-e valami érdekességgel szolgálni? Nincsen, de miért lenne arra szükség? Már is leírom, lehet, hogy... Bót ellopta az ajándékot a királylánynak a... Jöjjön, lenne zuhanyom a tüzet a szakadékba, jöjjön arrébb. Szomorkodik. Eltűnt egy karkötő. Hát ez érdekes lehet, ez az újságcikk. Bót ellopta. Ellopta? A bóhó. És ezt maguk honnan tudják? Még azt is mondta a bohóc, hogy? Titok! Ó, akkor állj, akkor én ezt... Muszáj! Azt mondta titok? Muszáj! Akkor megjelentessem ezt a cikket? Igen! De hát a titok? Lapzárta előtt ezt a cikket mindenképp megjelentetem, ezt ideírom nagy felkiáltó jellel. Ez nagyon érdekes. Történt-e még az útjukon valami érdekes? Láttak-e, hallottak-e még valamit, amit leírhatnék ebben a krónikában? Hát ott a királyságban történt ez meg az. Beszélünk arról, hogy mi történt? Meg az, hogy a király kisasszonynak elveszett a fia, fél a lovon, fél a játszószobában, fél a fél. Erről hallottam, már azt hittem, le
lelebbent a fátyol erről a titokról, de lehetne, hogy szerintetek ez megjelenjen, hogy félős a királyfi? Nem! Kiírjuk ezt a, beírja ezt a... Nem! Miért szeretnéd, hogy benne legyen az újságban? Azért, hogy tudják! És az jó lenne szerinted a kis királyfinak, ha mindenki tudná így menni, és a szerbusz... Félős királyfi. Ó! Nem csak a király, meg a... Hát azt már tudja, annak már elmondtuk. Elmondjuk még másnak is? A szolgáknak, hogy keressék meg őt. Kit? A bohócot, és kapják el, és figyék a rendőrre. Szerintem az újságcikk hatására, ugye kedves újságíró, ez meg fog történni. Meg. Azért tegyük föl a kezünket. A királyfi titkáról szeretnénk, hogy megjelenjen a cikk, vagy nem szeretnénk? Háborút kell csapni! Hát szerintem egy félős királyt nem kellene rögtön a mély vízbe dobni. Jobb a békesség. Úgy van, jobb a békesség. Egyelőre elegendő, ha fény derül arra a titokra, hogy hol akar kötő? Igen! Jó, akkor én már is szaladok. Még labzárta előtt leadom ezt a cikket. Köszönöm szépen, viszontlátásra, jó utat! Viszontlátásra! Hanyas táblánál voltunk? Egy! Hanyast kell keresni? Nyolc! Láttál valahol? Valamelyre? Egy ilyen tábla. Figyeljetek! De az a 9-es láthatóan ez következik. Mit jelenthet ez a tábla? Akkor álljunk kézenfogadós! Maradjunk ezen a piros tisztásban! Akinél a gyűrű van, akinél megáll a gyűrű, az inszori csatához. Tenyerébe, hogy ne lássa be, ne találja ki. Indulhatom? Csönd, csönd, gyűrű, arany gyűrű, nálad, nálad, ezüst gyűrű, itt csörög, itt pörög, itt ad ki. Kinyithatod a szemed? Találhatsz. Hol lehet vajon? Ez a szép csillogós gyűrű. Jaj! Megtalálta rögtön. Rögtön! Honnan gondoltad, hogy nálam pedig titokba tartottuk? Mert még így mosolyogott, és így fogja a kézzel. Sajnos nem tudjuk magunkat meghazudtolni. Gyere, álljad a saci helyére. Nagyon jól csináltad.
megtaláltam. Ezt a titkos játékot sokáig tudnánk... nagyon sokáig tudnánk játszani, de... A 8-astól tovább kell mennünk. Hanyas felé? 9! Stop! A stop táblánál! No, akkor tegyük le a kör! Akkor stop! Futás! Ez az utolsó! Óvatosan, Gyere bele! Figyelj, megállítjuk a többieket! Erre fordulunk, és te már is beüljek, mondd neki! Stop! Majd van ezen a táblán? 8. 2. Ez a 10-es tábla. 50 tilos. Ez azt jelenti, hogy vége van. Nem kell már fognunk egymás kezét. Nem kell. Mert vége van a titkos útnak. Az én titkom az. Máskor is jöttem már erre kirándulni. Képzeljétek el. Egyszer egyedül jöttem. És tudjátok, hogy kivel találkoztam? Egy olyan bobóccal, akinek az egyik szeme sírt, a másik szeme meg nevetett. Képzeljétek el! Ez olyan volt, mint most mi. Az egyik szemünk sír. Miért sírhat most az egyik szemünk? Miért sírhat most az egyik szemünk? Hát ez elég szomorú dolog, amikor megsérül valaki közülünk, ugye? De a másik szemünk azért nevet. Miért nevethet a másik szemünk? Nem voltunk irándulni, így van. Képzeljétek, hogy ez a bohóc elmondta nekem, hogy az ő szeme miért sír és miért nevet. És azt mondta, hogy ez az ő titka. Kíváncsiak vagytok a titkára? Igen. Hát nem gondoljátok, hogy elmondom a titkot, mikor megígértem neki, hogy megőrzöm magamnak. De akkor is szomorúk leszünk. De? Á, ne szomorkodj, mert tudod, mivel foglak megvigasztalni? Elhoztam a bohóc hangját, és azt meghallgathatjátok. Meghallgatjátok a bohóc hangját? Igen. Így, hogy az egyik szemünk sír a barátunk miatt, a másik meg? A kőfalon nem erős senki, csak talán nem tudom. Ez is akkor, hogy a kert. Kézzelfogva senkire. Messze innen utca lána, messze dong a kis vasúr. Így folyik a psz-psz. Így lapul a psz-psz. Titkos volt. Ez a titka, illetve a titkát nem tudtátok meg, de a hangját megismertétek. Ezen a titkos úton bolyongott ő is. Úgy, ahogy ti. Volt olyan titok, amit elárultatok, mert úgy láttátok helyesnek. Volt olyan titok, amit nem árultatok el. De a királynő karkötőjét miért nem mondtuk el? Elmondtuk az újságírónak. Ja. Jól tettük? Igen. Jól tettük, hogy a kis királyfi titkát elmondtuk a szüleinek? Nem.
Jól tettük, hogy titokba tartottuk a születésnapi titkot? Igen. Hát akkor egy csomó jó döntést hoztatok ma. De sajnos ennek az útnak vége, hogy én, mint kalandőr, lecsiptetem az igazolványomat. Ti, mint kalandorok, le kell, hogy csiptessétek az úti okmányotokat. Hogy be szeretnétek vinni még az okmányirodába? Igen. Megnézem Szűr úr a bőrperszkort. Szerintem még nyitva vannak. És köszönjétek meg az utat is. Jaj, de jó lár. Éppen. Jó napot kívánok. Na hát, emlékszem magukra, a titkos útnak útra indultak így. Van, jól emlékszem? Igen. És már végig is jártak? Igen. Titkokat is ismertek? Igen. Jól van. Köszönöm szépen. Akkor az okmányokat kérném szépen ide. Örülök, hogy részt vettek ezen az úton. És további jó utat kívánok majd a hazainduláshoz. Azért a városban majd nézzenek szét figyelmesen. Utazzanak és induljanak. Viszontlátásra! Mutassátok a vonatot, mutassátok! Az autóbusz, mutassátok! Hangosabban! A foglalkozás vezetője Kunné Darók Anikó és a programban közreműködők a Jászberényi Zengő óvoda pedagógusai. Ebben az intézményben a nevelési gyakorlat tartó pillére a drámajáték. Jól működnek a csoportokon belül szervezett foglalkozások, de a vegyes életkorú csoportokból eredően a csoportközi nevelési drámák a legeredményesebbek. Ennek előnye nem csak a drámában hasonló jártasságú gyermekek összerendezésében, hanem a csoportokban dolgozó pedagógusok együtt gondolkodásában rejlik. Ezért is jellemző ebben az óvodában a több pedagógusra épülő drámák tervezése, szervezése.